Nagyon fontos nekünk a szezonnak ez a második fele, hiszen az első az nem úgy sikerült, ahogy szeretük volna, ugye kisebb sérülések is tüzedelték a csapatot, és most azon vagyunk, hogy a rájátszásba ugye mindenféleképpen bekerüljünk, ezért a hétvégi győzelem az nekünk nagyon-nagyon fontos volt. 3-0-ra sikerült nyernünk az Ankara PTT ellen, tőlük kikaptunk az első felvonásba 3-1-re, de most sikerült nyernünk. Én nagyon örülök mind a csapat, mind a saját teljesítményemnek, de tényleg most ezen a meccsen elmondható, hogy tényleg nagyon jól működtünk együtt csapatként. Olvashattuk, hogy neked még feladó átlóposzton is be kellett ugrani. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy 8 mérkőzésen, hiszen megsérült az első számú feladó átló, aztán ő már visszatért decemberben. Ez a kérdés akkor rendeződött, és mit lehet egy szélsőütőnek ebből profitálnia? Igen, belekóstoltam, beleugrottam ebbe a pozícióba is, még átló pozícióban nem játszottam. Igazából én nagyon sokat profitáltam belőle, hiszen nagyon sok olyan ütésirányom visszajött, amit keresgeltem az elmúlt időszakban, mert azért tudni kell tényleg, hogy a pálya másik oldaláról kell ütni. Én ugye négyes ütő vagyok, ez a pályának a bal széle, most pedig jobb szélről kellett támadnom, és itt teljesen mások, hát mondhatjuk, hogy tükörképe az ütésirányoknak. Én ebben nagyon sokat profitáltam, nagyon örülök, mert nagyon jól éreztem magamat, nem volt rajtam semmiféle nyomás, mondhatjuk. És amit még így lehet tudni róla, hogy itt már azért jó pár éve a magyar, vagy nem a magyar, de a röplabdába, itt a női röplabdába az átló pozíció viszi a mérkőzést, ő kapja a legtöbb labdát. Megterhelő volt, de én nagyon örülök neki, és szerintem jól zártam azt a részét. Most már nagyon örülök, hogy az olasz átlónk csatlakozott a csapathoz, már teljes mértékben 100%-osan, és minden a régi kerékvágásban van most már. Törökországnak melyik részén van ez az Aydin település, és egyáltalán például milyen most ott az időjárás Törökország ezen részén? Közép-nyugat Törökország. Mondanám, Izmirtől vagyunk egy órára. Tőlünk egy órányira van egy kusadasi nyaraló övezet is, azért nagyon-nagyon sokan látogatják ezt is a nyáron, hiszen tényleg nagyon jó idő van erre. Azért mi még októberben is le tudtunk menni a tengerpartra és napozni, ami igazán kellemes az elmúlt 4 évemhez képest, hiszen Németországban, Schwerinben egy kicsit hűvösebb volt az időjárás. Megkerülhetetlen kérdés a Covid, ez mennyire sújtotta a csapatot, és egyáltalán a bajnokságot, amely a világ egyik legerősebb női röplabda bajnoksága. Itt az első fél évben, szezon elején nem nagyon hallottunk róla, hogy bármelyik csapat lett volna covidos, illetve nálunk se volt probléma. Most itt az elmúlt egy hónapban nagyon sok csapatnál ütötte fel a fejét itt is sajnos a covid, de minden mérkőzést le tudtunk játszani, mert abban az időszakban volt, ahol nem voltak mérkőzések. Például mi is 2 héttel ezelőtt, 1,5 héttel ezelőtt voltunk Isztambulban, játszottunk a Fenerbahcsével és a Galatasarayjal, akiknek szintén volt Covid gyanús, illetve pozitív tesztű játékosaik, de amikor már játszottunk ellenük, akkor rendben voltak. Azt mondtad, hogy cél a rájátszás, ez a legjobb 8 közé jutás, ezen felül még mennyire lehet álmodozni? Fő dolog, amit szeretnénk, az, hogy a rájátszásba bekerülni. Így, hogy most már mondhatjuk, hogy teljes a csapatunk, azért van esélyünk előrébb kerülni, de most ezért nagyon-nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk, mert tényleg nagyon sok pontot veszítettünk, fontos pontokat veszítettünk itt az elmúlt meccsekben, illetve az előző fél évben. A 4 közéjutás, az elődöntő az inkább álom, vagy azért meg lehetne csípni, vagy tényleg annyira erős ez a bajnokság, hogy a 8 közéjutás a maximum? Nem, tényleg maradjunk a realitás talaján. Azt, hogy itt az Aydin csapat a 4-be kerüljön, annak nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye. Már szinte lehetetlen is ilyen pontszámok mellett, illetve az, hogy annyira tényleg erős a bajnokság, és nagyon sok csapat van azért közel azonos szinten, de tényleg az az első 4-5 csapat azért kirívóan magasan előrébb tart a bajnokságba. Zárásul egy kicsit nem is a válogatottról, de a pályafutásodról olyan szempontból, hogy innen még lehet feljebb lépni, vagy itt kellene jó néhány évet még lehúznod? Én azt mondanám, hogy még mindig van hova fejlődni, illetve tovább lépni.
még lehet álmodozni, és én szeretek is, vagyis hát szeretnék még esetleg még talán más bajnokságban is kipróbálni magamat, de nekem nagyon tetszik, nagyon bejött ez a játékstílus is. Milyen nyelven beszélgettek egymás között? Hát gondolom sok légiós van a csapatban, akkor lehet, hogy az angol, ez a török kultúra, vagy a török kultúrának az a része, amelyik ott jellemzi az életet, az mennyire áll hozzád közel? Mondjuk nyilvánvaló az októberi napozás az rendben van. Az teljes mértékben az tényleg mondhatjuk, hogy ez egyik legpozitívabb dolog, de nem, kevés légiós van itt Törökországban. A csapatoknál azt mondanám, hogy a top csapatokban maximum 5 játékos, az összes többibe, hát ilyen 3 játékosnál nincs több külföldi. Ez azért is, mert maximum 3 külföldi játékos lehet a pályán. Ez a szabályzat. Itt Törökországban. Természetesen angolul beszélünk. Nem beszélnek a törökök nagyon jól angolul, de viszont nagyon-nagyon kedvesek is nagyon mindenhol. Nem csak itt csapaton belül, de a városból is, hogyha elmegy az ember, akkor nagyon kedvesek is jönnek a Google fordítóval, próbálnak segíteni, illetve kommunikálni. Ez a része még nekem nagyon tetszik, hogy tényleg itt nagyon-nagyon pozitívak az emberek, és azért így mindig pozitívabban áll hozzá az ember az életet.